Nem tudom, hogy tudod-e, hogy mi a különbség az AHD-es és a menetes villa között. Ugyanis most akarsz kerékpárt vásárolni, akkor mindenféleképpen ezekkel a fogalmakkal tisztába kell lenned, hisz, hogyha megérted, hogy miről beszélek, akkor innentől kezdve tudni fogod, hogy milyen mélységű kerékpárra számíthatsz az adott vásárlásnál. Gyere, tarts velem! Sziasztok, Öcsi vagyok! Hát ugye, van az egyik rendszer, amit menetesnek neveznek. Azért, mert a villának a nyakán menet van, és ugye erre van rácsavarozva a fejkészlet, a kormánycsapány. Nézzük csak meg ezt közelebbről. Tehát ugye ez biztosan ismerős lehet, hogy ez így néz ki. A tetején található egy úgynevezett kontrajna, amivel stabilizálni tudjuk, hogy ne kotyogjon a villa. Ezzel állítjuk be a holtjátékot. De mivel a villának a nyakán menet van, ez bármikor előfordulhat, és sőt, hát ez nem egyszer volt már erre példa a történelemben, hogy ugye egy kicsit megkotyogósodik a kormánycsapány, vagy úgymond a villa. Attól, hogy mindig belemegyünk egy kis gyöccenőbe és egy kis gyöccenőbe. És ez mindig egy kicsit kotyogósodik. Ha nem vagyunk résen és nem húzunk utána időbe, akkor megsérülhet a villának a nyakán a menet. És ilyenkor már hiába akarnánk utána húzni, nem lehet. Bár lehetnénk eléggé elővigyázatosak is, de akkor is ez gyakorlatilag sérüléke. Jó volt ez, működött ez, de ugye jött egy sokkal újabb technika, ami ezerszer stabilabb, ezerszer jobb ehhez képest. Na nézzük meg kontra ugye a másikat, az AHD-es rendszert, hogy mit kell róla tudni. Ennél a rendszernél, az AHD-esnél a villának a nyakán nincsen menet. Joggal merülhet fel benned a kérdés, hát de akkor hogyan rögzítődik, hogyha egyszer nincs rajta menet, akkor hogyan fogom ezt stabilizálni? Pontosan ebbe rejlik a szépsége. Tehát ugye, hogy ez a villa bele van téve a kerékpárba, tehát a villának a nyaka jóval hosszabb, mint ebben az esetben a hagyományos megoldásnál. Jóval hosszabb a villának a nyaka, és egyszerűen ugye ez a villának a nyaka jön felfele teljesen idáig. És innentől kezdve olyan kormánycsapány van rátéve, olyannal van összepakolva olyan rendszerrel, ami megint csak hogy menet nélküli. Na most, hogyha rátesszük ezt a kis kormányszárnak nevezett dolgot, ezt, akkor ez megint csak ugye természetes, hogy ezen nincs menet. Egyszerűen a villának a nyakára csak rábúzom. És ahogy ezeket ugye minden rápakolom, akkor itt a tetején található egy kis zárófedél, amit imbusz csavarral kell ugye meghúzni, és amikor ezt húzom megfele, tulajdonképpen beállítom a holtjátékot, és ezzel a két csavarral itt ebben az esetben pedig rögzítem a kormánycsapányot és a villát. És mivel ennél a rendszernél nincs menet, ezért bingo! Ott találsz benned. Hát nincs, ami megsérüljön. Hiába megkotyogósodik egy kicsit, utána állítunk és kész. Egyszerűen ebből a szempontból nézve brutál jó megoldás. És most már csak egy dolog maradt hátra, hogy megtudd, miként ismerheted fel az AHD-est és a menetest. Látod? Nézd meg a menet nélküli AHD-es rendszernél, hogy hogy néz ki. Itt oldalt kis imbuszfejű csavarokkal tudod stabilizálni a kormányszárat. Tehát ez így néz ki. A másik esetben ugye ez nincs. Oldalt nem fogsz látni csavarokat, csak felülről. Ugye teljesen másképp néz ki. És végre hagytam neked a nagy durranást. Azt gondolod, hogy ez a rendszer nagyon drága lehet? Akkor tévedsz. De képzeld el, hogy egyébként az 1 millió forintos kerékpárok is ezen a szisztémán alakulnak. Az 1 millió forintos kerékpárok is akár. És már 55 ezer forintért hozzá tudsz jutni olyan kerékpárhoz, amíg ilyen rendszerrel van felszerelve. Nem egy esetben szoktam ilyen kerékpárt árulni. Tehát ha megteheted, és tudsz egy kicsit többet adni érte, akkor tudd, hogy ennyiért már tudsz ezzel a rendszerrel venni kerékpárt. És köszönöm, hogy velem voltál, találkozunk legközelebb, és iratkozz fel a csatornákra!